2017 óta gyümölcs oltó boldogasszony ünnepe közelettével teremtésvédelmi napot szerveztek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő oktatási intézmények, amely keretein belül környezetvédő és egyben szépítő akciókat tartottak. A Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikumban is megrendezték ezt a napot. A rendezvény első állomásaként lelki percekkel kezdték a programot, amely alkalmával gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét ismertették a tanulók számára. A mai napon itt a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikumban teremtésvédelmi napot szerveztünk. Úgy gondolom, hogy ez a környezettudatos nevelés, a felelősségvállalás a teremtett világgal kapcsolatosan, ez nekünk külön hangsúlyozott feladatunk kell, hogy legyen, hiszen októberben választottuk intézményünk védőszentjéül Assisi Szent Ferencet. Valamint tudjuk, hogy Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű, áldott légy kezdetű enciklikájában ráirányítja a figyelmünket az Isten által teremtett és alkotott világ szépségére és arra a felelősségre, amivel tartozunk. Muszáj a köznevelési intézményekben. Fontos feladatunk, hogy ráirányítsuk diákjaink figyelmét arra, hogy a teremtett világot a Jóistentől kaptuk, azt a környezetet, amelyben most élünk, nagyszüleinktől, dédszüleinktől örököltük, és tovább kell adnunk majd az utánunk következő generációknak. Felelősségünk, hogyha csak picit is tudunk tenni a mindennapokban, azt tegyük meg. A mai nap folyamán lelki percekkel kezdtük a programot, és holnapi napon lesz gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Erről beszéltünk a gyerekeknek. Tulajdonképpen a fogantatás, illetve az Úr Jézus születésének a híruladása az, ami ehhez az ünnephez kapcsolódik, és ugye számos hagyomány, természetben végzett tevékenység az, ami kötődik ugye az év ezen időszakához. És nyilvánvaló, hogy ezt a napot választottuk arra, hogy itt a környezetünket megszépítsük, és alkalmat találjunk arra, hogy a szemétől megtisztítsuk a környezetünket, hogy fákat ültessünk, csüngőbarkát ültetünk, tuját ültetünk, virágokat ültetünk, komposztáló körüli területet rendbe tesszük, és tulajdonképpen ilyen munkálatokat végzünk a gyerekekkel együtt, mi pedagógusok is. Minden osztálynak megvan a feladata, megvan a saját területe. Két osztálya tiszta zemplénért kezdeményezéshez kapcsolódva, az iskola területét elhagyva bizonyos területet megtisztít a szeméttől, és a többiek pedig itt a kollégák irányításával végzik a feladatot, és teszik szebbé a környezetünket. Az, hogy a mai napon nincs tanítás, ez meghatározó, de amellett, hogy lehet, hogy nem fognak egyenleteket megoldani, és nem fognak különböző történelmi korszakokról tanulni, nagyon fontos üzenete van számukra a mai napnak, és én úgy gondolom, hogy nagy örömmel kapcsolódnak be a pedagógusokkal közösen végzett tevékenységbe. Együtt teszünk azért, hogy szebb legyen a környezetünk, és azért, ha belegondolunk, a diákok több időt töltenek itt az iskolában, mint otthon, és nem mindegy, hogy milyen környezet vesz bennünket körül. Az, hogy a mai nap megvalósulhat, úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondanom a diákoknak, a kollégáknak és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a programok megvalósításához. Nagyon nagy segítséget kaptunk a Szerencsi Város gazdától, aki eszközökkel, szerszámokkal támogatta azt, hogy ezek a munkálatok elvégzésre kerülhessenek. Ezen a napon a tanulóknak nem tartottak tanítási órákat. A diákok a program során többek között növényeket ültettek, és szebbé tették a környezetüket. Ezáltal is igyekeztek hozzájuk közelebb hozni a teremtett világot. Az intézmény részéről ez fontos küldetés, hiszen a védőszentjük Assisi Szent Ferenc, aki egyben a természet védőszentje is.